3 évvel ezelőtt a teremproblémák jelentették a legnagyobb veszélyt a nagy tradíciókkal bíró paksi amatőr ökölvívás folytatására. A város, a klub, a PSE nem hagyta elsorvadni a sportágat, a régi művelődési házba költöztették a paksi bunyósokat. De ennél is talán fontosabb, hogy még mindig van több képzett edző is a városba, akik szívesen és szakszerűen foglalkoznak ezt a sportágat elsajátítani igyekvő gyerekekkel. Lelki szemeikkel már keresik a veretes korszak meghatározó ökölvívóinak, például Bognár Lászlónak, Kalosai Zoltánnak, vagy éppen Erős Lajosnak késői utódait. Az Attilával, mind a ketten az edzőtársammal itt Pakson kezdtük az amatőr pályafutásunkat. Ugye át mi is belepróbáltunk a profik világába, ott is boxoltunk jó pár meccset, és az, hogy Ádibá itt van velünk, aki több mint 40 éve edző már Pakson, azt nem mondanám, hogy én vettem át a misszió szerepet, én meg csak próbálom őket majd követni. A 75 éves paksi és Tolna megyei edzőlegenda még mindig aktív, nagy segítség ő a 2 fiatal edző számára a hétköznapokon és persze a versenyeken is. Hálások is érte. Én nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok ezzel kapcsolatosan, mert Ádibán nekem nevelőedzőm volt. Én itt kezdtem ő keze alatt 9 éves koromban, egészen 30 éves koromig nála voltam, és ez, én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy még az edzői pályafutásomat is tudja egyengetni, nem csak a versenyzői múltamat. Mi a közelébe se érünk, de nagyon örülünk, hogy itt van és segít nekünk Ádibán, mi próbáljuk majd az ő tanítását, ökölvívó tudását átadni a többieknek, illetve a miénk saját tudásunkat majd. Ahol munka van, ott mindig lesz annyi gyerek, hogy a sportágban jellemző nagy lemorzsolódások után is mindig marad egy olyan mag, akikkel lehet figyelemre méltó eredményeket elérni. Most is van legalább 5 olyan ökölvívójuk a paksiaknak, akik bronzérmesek vagy ekközeli helyezést értek el valamelyik korosztályos országos bajnokságon, vagy éppen a diákolimpián. 15 versenyzők, ők a stabil versenyzők, akik fix állandóan mindig versenyre járnak. A többi, mindig akik úgy hozzájuk jönnek újak, azok között van, akik ugye ez a fluktuáció, akik esetleg az első vereség, vagy az első pofon után azt mondják, hogy köszönjük, nem kérnek, de azért hál' Istennek az a 15 versenyző, ez a fix versenyzők, akik a versenyekre járunk folyamatosan, magyar bajnokságokra, kisebb pofonpartitól kezdve ugye a meghívásos versenyekre, ők a fixek. A már bizonyított, reményteljes OB és diákolimpiai bronzérmesek közül szorgalmával, harcosságával kiemelkedik az ifista Südi Máté. Azzal a céllal edz egy héten át sokszor 5-ször is, hogy az idén már a döntőben az ifi magyar bajnoki címért boxolhasson. Például erőrétileg sokkal jobb vagyok, mint az előző években. Nagyon erős ellenfelem volt, nagyon kitartó volt, de nem tudom, jobban hoztam a meccset. Jobban? Tehát pontozással nyertél? Pontozással nyertem, igen. Elismerte az ellenfél is, hogy jobb voltam. A védekezést egyáltalán nem hanyagolja el, ez a küzdőmodora, ha úgy tetszik, a stílusát is meghatározza. Másodszárnékú kontraboxot választom inkább. A szorgalommal, a hozzáállással szinte összességében mindenkivel elégedettek az edzők, és akiből nem lesz bajnokok, mert legtöbbükből tényleg nem lesz, érzik a dolog társadalmi jelentőségét, azok megtartása is roppant fontos. Ha nem is tud komoly eredményeket elérni, vagy jó sportoló, akár olimpikon, akár világbajnok, vagy valami, de ez az ökölvívás, tudom magamról, megtanítja az embert embernek lenni. Ad egy önbizalmat, az életterén minden, akár a munkába, akár bármi, egy kitartást mindenképpen ad. Szerencsére ennek igazolására a közelebbi és a távolabbi múltból jó néhány pozitív példát fel lehet sorolni.